Letartóztatásban a karcagi emberölési kísérlet gyanúsítottja, jutalomút, földnapja a Táncsics 17-es óvodában, gyorsan elfogták az öcsödi rablót. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 24-én 18 óra 5 perckor. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt tett indítványt egy 18 éves karcagi férfinak a letartóztatására. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt tett indítványt annak a 18 éves karcagi férfinak a letartóztatására, aki a múlt héten csütörtökön Karcag belvárosában rövid vitát követően késsel szívtájékon szúrt egy másik férfit. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022. június 9-én kora délután Karcag belvárosában egy korábbi nézeteltérés miatt összeszólalkozott a sértettel, szóváltásuk közben a gyanúsított lögdöste is többször meg is ütötte a férfit, majd ruhájából előhúzott egy 10 cm penge hosszúságú kést, és azzal szívtájékon szúrta a vita partnerét. A gyanúsított olyan erővel szúrta a kést a sértett mellkasába, hogy annak pengéje kitört a markolatból és az úttestre esett. A gyanúsított azonnal megpróbálta felvenni a földről a pengét azért, hogy azzal újra rátámadjon áldozatára. A sértett azonban gyorsabb volt nála, fölkapta az úton heverő kispengét és elhajította, ezzel lényegében elhárítva a megölésével fenyegetőző gyanúsított újabb támadását. A készszúrás igen mélyre, 8 cm-re hatolt a sértett mellkasába, de a szerencsés véletlennek köszönhetően csak 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést okozott neki. Az ügyészség a gyanúsított letartóztatását azért indítványozta, mert fennáll a veszélye annak, hogy a kiszabható büntetés súlyától tartva szabadlábon hagyása esetén elrejtőzne a hatóságok elől, és ezzel kivonná magát a büntetőjogi felelősségre vonás alól, illetőleg a tanúk megfélemlítésével megnehezíteni a bizonyítást, és annak a kockázata sem zárható ki, hogy a korábban csoportos garázdaság büntete miatt elítélt férfi újabb hasonló bűncselekményt követne el, ha nem kerülne letartóztatásba. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírója alaposnak ítélte az ügyészség indítványát, letartóztatta a gyanúsítottat. A gyanúsított tudomásul vette a bíróság döntését. Védője még nem nyilatkozott, így a döntés nem végleges. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8-osai jutalomútban részesültek. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatóasszonyt kérdeztük. Az iskola 26. tanéve az idei. Rengeteg eredményük volt, de ilyen még nem. Annyira rendkívüli, különleges és szép, hogy még igazgatónő sem akarta elhinni, hogy a Javíts egy jegyet országos pályázaton nyertek. 26. tanévünket zárjuk. Rengeteg eredményünk volt, nagyon sok szép versenyeredmény, de ilyen eredmény még nem. Tehát ez annyira rendkívüli, annyira különleges és annyira szép, hogy még magunk sem akartuk elhinni. És ennek az a lényege, hogy országosan van egy pályázat. Ennek a pályázatnak az a neve, hogy Javíts egy jegyet. És a enapló alapján, ahogy megnéztük, a 8. B osztálynak a tanulói javítottak egy teljes egész jegyet a 7. osztály évvégi jegyből kiindulva, és ugye megnéztük, összehasonlítottuk a 8. félévi jegyet. Hát így jött ki ez a szép eredmény, így pályáztunk. A 8. B osztály nagyon ráhajtott a továbbtanulás miatt, gondolom én, elsősorban, de egyébként is egy rendkívül szorgalmas osztály. És leellenőrizve a jegyeket, az adatokat, Karcagon a Refi általános 8. B osztálya ezt a pályázatot megnyerte. Tehát azért mondtam, hogy 25 év alatt ilyen még nem volt. Nem igazán akartuk elhinni.
Így meghívták őket Budapestre, ahol a díjat nyert osztályok képviselői, iskola igazgatók, osztályfőnökök voltak jelen, illetve elkísérte őket Szepesi Tibor polgármester, aki a díjat átadta és köszöntötte a gyerekeket és az iskola vezetést. Kedves jelenlévők, Karcag Város Önkormányzata nevében is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is köszönöm szépen ezt a gyönyörű műsort, amit az előbb is láthattunk itt a színpadon. Köszönöm szépen az alapítványnak, hogy megszervezte ezt az eseményt, megszervezi az egész programot, lebonyolítja a Javíts egy jegyet programot, és köszönöm szépen Miskolcnak is, hogy a Kamasz Fesztiválon befogadja diákokat. Azok, akik itt vannak, azok nagyon jó tanulók, és azt gondolom, hogy azoknak, akik nincsenek itt, azoknak példát mutattak abból, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell tanulni, hogyan kell javítani egy jegyet, és hogyan kell majd közösséget formálni, amikor együtt lesznek az ország több pontjából is ezen a Kamasz Fesztiválon. Én kívánom mindenkinek, hogy találja meg a számítását a nyári programokon, és találja meg a számítását az életben is, és ugyanilyen jól tanulva folytassa majd az életet, folytassa tanulmányait. Gratulálok mindenkinek, és engedjék meg, hogy külön a karcagi diákoknak külön szívből gratuláljak. Köszönöm szépen! Végül is elhittük, mert kaptunk egy meghívót, és március 30-án fölmentünk egy nagyon szép rendezvényre, ahol a díjat nyert osztályok képviselői, hát elsősorban az iskolaigazgatók, az osztályfőnökök voltak jelen ezen a díjátadó ünnepségen, illetve elkísért bennünket városunk polgármestere Szepesi Tibor úr is, aki a díjat átadta, és a dobogón, a színpadon köszöntötte a gyerekeket, és köszöntött bennünket. Polgármester úrnak ezt a személyes jelenlétet külön is szeretném megköszönni. A Karcagvárosi Önkormányzat kamaszbarát önkormányzat, így a díjátadó ünnepségen a 8. B osztályt Tótné Szucsáki Hajnal Ildikó osztályfőnökkel meghívták Miskolcra egy 4 napos kamaszfesztiválra. Annyit kell tudni még, hogy az önkormányzat egy úgynevezett kamasz barát önkormányzat. Na most a díjátadó ünnepségen túl a 8. B osztályt meghívták Miskolcra, és minden díjat nyert osztályt meghívtak. Miskolcon egy 4 napos fesztivál, egy úgynevezett kamasz fesztivál, és ennek a költségét, a szállásdíjat, étkezésnek a díját Karcagváros önkormányzata fogja a diákok számára kifizetni. Tehát, ahogy szokták mondani, a díjátadó ünnepség után, ami egyébként egy nagyon nívósan megrendezett, nagyon szép ünnepség volt, ugye habatortán a gyerekeknek ez a 4 napos kamaszfesztivál, ahova természetesen az osztályfőnök és a kísérőnevelők fogják majd a gyerekeket elkísérni. Reméljük, nem kell 25 évet várni egy újabb ilyen sikerre, és a refisek még több alkalommal elhozzák ezt az elismerést. Gratulálunk az osztálynak és az osztályfőnöknek. Nagy Tiborné intézményvezető helyettessel beszélgettünk a Táncsics 17-es oviban a Földnapja alkalmából szervezett ünnepségen. A Földnapja alkalmából különböző játékos tevékenységeket terveztek a gyermekeknek. Van Mentsük meg az erdőt, mozgásos akadálypálya, de békamentő akciót is szerveztek, térbeli társasjáték és memóriajátékok is vannak. Zöldövezet rendezvényünk valósul meg a mai délelőttön, a Földnapja alkalmából. Különböző játékos tevékenységeket terveztünk a mai délelőttre a gyermekeknek. Itt mögöttem éppen a Mentsük meg
az erdőt, mozgásos akadálypálya látható. Emellett a mai délelőttön békamentő akciót is szerveztünk a gyermekek részére. Térbeli társasjátékokkal készültünk, memóriajátékokkal. A zordi idő miatt az épületben kézműves tevékenységekre van lehetősége a gyermekeknek, illetve az egy gyermek egy palánta akción keretében a családok támogatásával szépíteni is tudjuk óvodán környezetét, virágokat ültetünk a kis kertünkbe. A járványügyi helyzet véget ért, így ez volt az első lehetőség arra, hogy a családok bevonásával valósítsák meg a rendezvényt. Ez különösen boldogság mindenki számára, legfőképpen a gyermekeknek, hiszen együtt játszhatnak a szülőkkel, nagyszülőkkel. Nagyon örülünk, hogy a járványügyi helyzet véget ért, és lehetőségünk nyílik arra, hogy a családok bevonásával valósítsuk meg a rendezvényünket. Ez különösen boldog nap mindannyiunk számára, legfőképpen a gyermekek örülnek, hiszen együtt játszhatnak a szülőkkel, nagyszülőkkel. Egész évben nagy figyelmet fordítanak az óvodai környezet a természetvédelmére. Egész évben nagy figyelmet fordítunk a környezet a természetvédelmére, hiszen zöld óvodák vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását. Emellett szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nagyon takarékosan bánunk az árammal, a vízzel, és sok-sok más egyéb olyan tevékenységet csempészünk be az óvodai mindennapokba, melyek ezt a célt szolgálják. Egy ötödi férfi ellopott egy autót, ami lerobbant alatta, ezért lopott egy másikat is. A rendőrök rövid időn belül elfogták. A Kunszentmártoni rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele büntet miatt folytat eljárást egy ötödi lakos ellen. A 22 éves férfi június 17-én hajnalban ellopott egy ötödi családi ház előtt parkoló autót, csak hogy az autó műszaki hibás volt és hamarosan le is robbant alatta. Ekkor visszament ugyanahhoz a házhoz, és elvitte egy másik nyitva hagyott autót, amiben szintén benne volt az indítókulcs. A sértett, amint észlelte a járművek eltűnését, bejelentést tett a rendőrségen. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, akit pár órán belül elfogtak és előállítottak. A gyanúsítottként kihallgatott férfi elmondta, hogy egy kilométerekkel arrébb lévő településre szeretett volna elmenni. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi nem volt ismeretlen a nyomozók előtt. Körözését korábban elrendelte a Szolnoki Járásbíróság. A hatóság a férfi őrizetbe vételéről határozott és indítványozta letartóztatását. A rendőrök mindkét autót megtalálták és visszaadták a sértetnek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!